Az idős bagoly csapott egyet szárnyával. Későre jár, és sok itt a furcsa lény. Ezektől te is megijednél. Nyüzsögnek az aligátorok és a rút varangyok. Az egérénekesen cincogás, inkább, mint valami nyikorgás. Élt itt egy lány, kedves kislány. Úgy hívták, hogy... apró láb. A haja göndörs, a szeme kék. És tudta, a láb gonosz vidék. Gabriel Envor, Rutkai Laura. Justin Lewis, Tóth Roland. Forrest Whitaker, Bognár Tamás. Rejtélyek mocsara. További magyar hangok. Kocsis Marian, Kántor Kitti, Pálmai Szabolcs, Nagy Rita, Markovics Tamás. Magyar szöveg Nagy Péter, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János. Rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Fényképezte David Perrault. Zene Nick Dyer és Eric Kedeski. Írta Michael Stokes.
Rendezte Jordan Barker. Claire, egyre intenzívebbek ezek az álmok. Hallgasson rám, Claire, nézzen szembe velük. Az álmok mélyére kell ásni, ez nagyon fontos. Szedi a gyógyszereket? Nem segítenek. Fejlődnek az álmai. Kipróbálhatnánk a hipnózist, az segíthet, és azt hiszem készen áll rá. Vajon az ember okozta, vagy esetleg a globális felmelegedés? Jöjjön el és töltsön pár napot Westmoreland megyében, és ön is tanulja lehet a madár és a vadállomány drasztikus csökkenésének. Vajon mi okozhatta ezt? A kékszárnyú hernyófalóból tavaly nyár óta egyet sem láttak errefelé. Talán majd a virágzással... Üdvözöljük Marshville-ben. Madarászat a lábon. Rose Marsh Farm. Claire, Mrs. Oshi? Mercy. És ő itt Heidi. Isten hozta a Rose Marsh Farmon. Ebben az évszakban nem igen vannak vendégek. Nos, ez itt a nappali. És ott talál fát és gyújtóst. Ennyi biztosan elég. A kandalló igen egyszerű és megbízható. Általában fényképészek és madarászok szállnak meg itt nyáron. Jöjjön, megmutatom az emeletet. Maga író? Igen. Nos, itt csend van és békesség. Na meg rengeteg hely, abban nincs hiba. Ez a legnagyobb hálószoba. Van még pótány, nem ő a szekrényben, és... És ez itt a műterem.
A Menville és a Rose családé volt az egész környék. Őt mi öreg úrnak becézzük. És az ott a láb? Igen, de én az ön helyében elkerülném. Nagyon könnyű eltévedni benne. Ha bármire szüksége van, a város felé eső első ház az enyém. Az idős bagoly csapott egyet szárnyával. Este a láb nem gyerekjáték. Későre jár, sok itt a furcsa lény. Ezektől te is megijednél. Hogyan találod ki a meséket? Úgyhogy először felteszem magamban a kérdést. Mi lenne, ha... Elnézést! Elnézést! Bocsánat! Nem láttam, ne haragudj! Semmi baj, minden rendben? Igen. Jó van, hát jó reggelt! Jó reggelt! Noah Pitney vagyok. Ezért jó, ha az ember kisvárosban lakik, mert megismerheti azt, akibe belebotlik. Igaz, Ernie? Így igaz. Claire, Holloway. Örvendek, Miss Holloway. 1950, hölgyem. Ne, engedje meg, kérem. Tudja, ez a féle vidéki szokás. Ernie csak a meccs időpontjáról tájékoztatta. Persze. Majd találkozunk. Ó, kérlek, írd ezt is a többihez. Ez az öné. Nem kéne ezt csinálnia. Ugyan én már olvastam, magának meg jól jön. Könnyebben eligazodik majd nálunk. A szerkesztő érdekes nézeteket val, de biztosan csinálna magával interjút. Ilyen kevés erre a turista. Ugyan, Claire, 3 unokahúgom van, és ha egy híres meseírónő ide téved, az elég nagy port kavar. Ez hézelgő.
De? De azt hiszem, nem élek a lehetőséggel. Oké, semmi gond, csak találok valahol még egy hírességet. Ön a szerkesztő? Igen, én vagyok, és a város történetével is foglalkozom. Tavaly kiadtam egy könyvet, habár csak 250 példány fogyott. Én is így kezdtem. Tényleg? Akkor hát van remény? Rendben. Figyeljen, ha szüksége van valamire, a számomat megtalálja az újság utolsó oldalán. Viszlát. Mi lenne, ha... Mi lenne, ha... Mi lenne, mi lenne?
meg tudnám szokni ezt az életet. Igen, tudja, ezt nem nehéz megszokni. Emlékszem, volt idő, mikor a legnagyobb napilapok bűnügyi rovatát csináltam országszerte. És hogy került ide? Nos, én mindig úgy gondoltam, hogy sose jövök ide vissza. De aztán felajánlották a szerkesztői állást, és Philip Menville-nek igent mondtam rá, és... Azt hiszem, ez így helyes. Ide tartozom, van egy kis farmom, van egy lovam. Ez jó élet. Tessék, nem tökéletes, de megteszi. Jól ismeri Ernie-t? Mint a tenyeremet. Mindig itt lakott? Igen. Miért? Na jó, mennem kéne. Elég volt belőled, apró láb. Jeffrey Hunt, okkult és paranormális konzultáns. Ernie, találkoztunk már valahol? Nem hinném. Bár azt mondják, hogy egy arc több emberen is felbukkanhat. Biztos így van. Jó olvasást. Elfelejtett valamit, Claire? Nem. Elfelejtett valamit? Nem.
Hello! Jó reggelt! Jó reggelt, Claire! Jó reggelt! A vihartól félt? Jól van? Jól vagyok. Megvettem a könyvét. Szóval maga volt az? Lebilincselő a hely története. Nézze, nem akar többet megtudni, hogy ne kelljen templomba mennem? Kérem. A Manville fiúiskola az 1800-as évek végén bezárt, a Westmoreland általános pedig a 900-as évek elején nyílt. Milyen rendes a megyétől, hogy ott már lányok is tanulhattak. Hát igen, bár ismerve a fiúiskolát, a lányok nem jártak valami jól. Rémisztő. Jó alap egy új könyvhöz. Nemrég fejeztük be a lápot a kicsikkel, de be kell valljam, szerintem elég ijesztő. A jó mesekönyvek nagy része nem vidám. Grimm testvérek. Ezópusz, Roald Dahl. A leprások haldoklását is gyerekdalba öntötték. Igen, ijesztő szörnyek a mély, sötét lábban. Félelmetes. A mesék és a gyerekdalok jó része. Mindig is a gyerekek tudatalatti félelmére tapintott rá. Szóval maga szerint a gyerekek szeretnek félni? Maga nem. Sose hallott erről a helyről történeteket? Mire gondol? Rém történetekre? Recsegő falak, csapkodó ajtók, fütyülő szél. Jaha, maguk írók. Tudja mit? Elmondok magának mindent, amit tudok. Holnap vacsoránál. Hogy nagyon jámbor. Vettem észre. Maga Jeffrey Hunt? Hunt? Mindenki így szólít. Claire Holloway. Nagyon régen nem csinált már ilyen fesztivált. Van valami, amit nem bír. Igen?
És mi az? A szellemek szagát. Hogy? Olyasmi ez, mint a pára. A túlvilágról. Nem hiszek a szellemekben. Ahogy én sem. Menjen előre. Szóval ez az a hely. Hívták már ide? 3 éve. Hogy is hívták? Grace. Mercy. Igen. Szóval maga olyan paranormális konzultáns, aki nem hisz a szellemekben. Az emberekben hiszek. Tudja, az ember víz és energia. Ha a víz jégből gőzzé és párává alakulhat, és az energia is átalakul, az ember miért ne tehetné? Mi történt Mercyvel? Egy kicsit megijedt, ennyi. Zajokat hallott. Nem nagy dolog. Ezek az energiák nagyon különösek. Van ember, akinek látható, másnak láthatatlan. Miért pont én? Ezt maga tudja. Ezen látta? Kapu. Kapu? Ezen átjutnak a világunkba. A számítógép is lehet. Ne kapcsolja be. Ez mióta van itt? Egy pár napja. Miért? A túlvilágon az ajtó lehet szimbolikus és valós egyszerre. Ha egyet leveszünk azzal, megakadályozzuk, hogy átjöjjenek rajta. És mi van, ha visszatesszük? Azt meghívónak veszik. Megnőtt a házban az energiaszint, az biztos. Miért? Az emberek furcsák, de a halottak még furcsábbak. Kérdés, hogy miért érdekli? Azért, mert láttam. Már láttam korábban azt a kislányt, még mielőtt idejöttem. Tudja egyáltalán, mivel van dolga? Az egy másik világ. Ott nincsenek szabályok. Elveszítettem a feleségem és a kislányomat 7 évvel ezelőtt. Kerestem rá válaszokat, de sose találtam. Gondolkozzon el ezen, mielőtt a túlvilágtól várja a válaszokat. Maradjon csak az élők között. Jobb az. Van egy motel a városban. Az ön helyében én ott szállnék meg. Miért akar belekeveredni? Apám mindig mondta, Hunt? Igen, így hívott. Eléggé távolságtartó volt. Azt mondta, Hunt, blitzeld el a sereget. Akár adót is csalhatsz. De sose hagy magára egy védtelen kislányt. Vágjunk a közepébe. Mit akarhatnak tőlem? Nem tudom. De egy biztos. Az, hogy magától akarják. Gondoljon bele,
Gondolj el, ha Mercy látta volna azt, amit ön, akkor már más államban élne álnéven. Álljon csak meg ott. Egy pillanatra kérem. Úgy. Maga nagyon fotogén. Remélem, ön is látja majd őket. Ha nem szégyenlősek, meg lesznek. És hol nőtt fel? Erre-arra. Ó, csak nem katona az apja. Nem. Igyon csak. Nem, a szüleim tanárok voltak. És honnan származtak? Nem a vér szerinti szüleim voltak. Értem. Hány évesen fogadták örökbe? 8. 8? Lefogadom, hogy csinos kislány volt. Tudom én, helyes volt, igaz? Ha csak nem szépült meg egyszeriben, és úgy lett olyan, mint amilyen most. Az igazi szüleim meghaltak. Autóbalesetben. Értem. Maga vár valakit? Üdv! Noah, ne haragudjon, szólnom kellett volna. Miért mégis? Hunt? Noah. Hunt segít nekem. Hogy van, Pitney? Hello. Hadd találjam ki, csak nem azok a félelmetes dolgok vannak a háttérben. Én most megyek. És teszek fát a tűzre. Sajnálom a vacsorát. Áttehetnénk máskorra? Tudja, arra gondoltam, hogy maradhatnék segíteni ezzel a szeánszal, vagy mi ez? Nem kell segítség. Rendben. Tényleg kár a vacsoráért. Igen, de semmi gond. Majd bepótoljuk, igaz? Szóval sok sikert kívánok. Majd látjuk egymást. Viszlát.
Ki vagy te? Meg tudod mondani a neved? Tudsz mondani valamit? Csak kéri meg szépen! Hogy megszokva azonnal! Ne akarsz, hogy még dühösebb legyek! Kérlek! Csak kéri meg szépen! Kérlek! Tíz megszerek, de szépen kértelek! Megforgatom a házat, és azt is megvárod, hogy a világra jöttél! Tragédia a Rosemarsh farmon. Ők kicsodák? Denman és Maud Rose. A farmról? Én az este utána néztem egy pár dolognak. Beleástam magam, és kiderült, hogy érdekes a történet. Szóval, a Rose család 1902-ben elhatározta, hogy lecsapolja a lápot. Denman maga is sokat dolgozott ezen. Ez a kislány, a húga, 8 évesen halt meg. Az egyik napon, amikor Denman dolgozott, Maud kiment hozzá, hogy ebédet vigyen, de ingoványra lépett, és elnyelte a láb. Jézus. Igen, és szerintem Denman akkor biztosan kiborult. Meg akarta keresni, de végül sose jött ki a lábból. Néhány hely utána ment, és ők is eltűntek aztán. Tudja, milyenek a kisvárosok, ettől fogva úgy tartották, hogy ez a láb el van átkozva. Miért nem mondta ezt előbb? Én el akartam, csak sose volt rá alkalmam. Emlékszik? Amúgy meg kell mondanom, nem hittem volna, hogy maga az a típus, aki hisz ezekben a dolgokban. Milyen típus az? Én sajnálom, el kellett volna mondanom. Errefelé sok mindent mondanak arról a házról, meg a lápról, de én ezeken tudja mindig csak mosolyogtam. Bocsánat. Ne kezeljen így, Lenoa! Nem, eszemben sincs. Várjon, Claire! Körbenézhetek a városban, hát ha találok magának valami hasonló szállást. Ne! Köszönöm. Halló? Mm-hmm.
Hunt hívása. Úgy érzem, hogy ez miattam történt. Bármi is történt ott, maga nem állíthatta volna meg. De valahogy mégis köze van hozzá. Ahhoz, hogy vége legyen, ki kell találnunk, hogy mi indított el mindezt. Hogyan? Figyelj csak! Tudja maga, tulajdonképpen szerencsés. 1982. június 19-e. Általában ezek az esetek sokszor csak félelmetes hangok, amiket egy kísértet ad ki, mert magányosnak érzi magát. De ez... ez sokkal több. Megvan. Június 19 nincs. Hé, nézze! Az nem a maga szerkesztője. De, Ernievel és Mercyvel. Megerőszakoltak egy helyi lányt. Az áldozat kiskorú, így a nevét nem közölte a rendőrség. Úristen, ez ő! Brandon Manville. Nézze csak! Én az este utána néztem egy pár dolognak. A Rose család 1902-ben elhatározta, hogy lecsapolja a lápot. Dennen maga is sokat dolgozott ezen. A húga ingoványra lépett, és elnyelte a láb. A rohadt gazember. Szerintem az ön barátja átírta a történelmet. Mi oka lenne rá? Kérdezze Pitnit. Mi a kérdés? Az összes többi információt a Rose család dolgairól ott találják? A mikrofilmen. Nem akartam megzavarni semmit, nem tudtam, hogy itt van. Ezt honnan szerezték? Láttam őt a házban, Mercy. Ő elköltözött innen. Már 20 éve. És az a kislány? Maga is látta őt, ezért hívta fel Huntot. Nem tudom, miről beszél, én csak hangokat hallottam. Tud erről valamit, Mercy? Ezt meg miért tőlem kérdezi?
Mit akarnak maguk tőlem? Egy barátom végzett magával. Nem öngyilkosság volt, Mercy. A hangok, amiket hallott, amit Claire látott, Ernie halála. Mind összefügg, Mercy. Mind összefügg. Elég volt! Mire céloznak? Maga tudja, ki a lány. Mondja meg. Mondja meg maga. Nekem dolgom van. Emlékeznie kell valamire. Gondolkozzon, kérem. Mire emlékszik a balesete előttről? Miért érdekli ez magát? Mert azt hiszem, hogy az a kislány. Maga. Maga Claire. Mármint, ha elfogadja, hogy az élet, vagy az emberek lelke, energia. Egy súlyos trauma következtében annak az energiának egy részét elveszítheti a testünk. És az pedig valamilyen nyomot hagy. Egy gondolatot mondjuk, ami folyton folyvást ismétlődik, mint egy felvétel. Miféle trauma? Valószínűleg nem erőszak, Claire. Nem, Hunt. Gondoljon csak bele. Minden, ami itt van, ismerős magának. És ez nem csak egy álom, vagy nem valami kitalált dolog az egyik könyvéhez, nem. Ezek... Azt hiszem, emlékek. Az ön emlékei, Claire. Gyújtsuk fel a házat. Az sosem segít. Sosem segít. Heidi! Heidi! Kicsim, nyugalom! Nyugodj meg! Semmi baj, kislány, semmi baj! Ssss, Heidi! Ahó! Ahó!
Jól van? Ne aggódjon. Van egy tervem. Kell valami, amit majd felismer. Valami ruhadarab. Valami, amit viselt. Valami személyes holmi. Ha azt használjuk, azzal csapdába ejthetjük. És ha megszabadultunk tőle, akkor a kislányt is felszabadítjuk. És magát is. Forduljon itt balra. Igen? Mr. Manville, Claire Holloway vagyok. Tudom. A farm dolgait Mercy intézi. Nem. A fiáról van szó. Brandonről. Mi történt a háznál? Maga szerint miért van az, hogy egyes emberek azt hiszik, joguk van besétálni egy vadidegen otthonába, hogy vájkáljanak az idegen múltjában? Beszélt Mercyvel, nem igaz? Az a némber folyton részeg. Torz a képe a világról, mert az üvegen átnézi. Apát nem fogja érdekelni. Valamit leesett. Az apámé. Hé, ne fogd már rá most az izét! Óvatosan. Add csak vissza, oké? Hé, inkább add ide. Nyugi, ülj le. Nyugalom. Na, ígyunk. Kösz, hogy eljöttetek. Kösz, hogy itt lehetünk. Egy-két há! Senki sem ment se ki, se be. Üresen állt ott, mint egy sírkő vagy 20 évig.
Nézze, ha nem tetszik a ház, miért nem megy el máshova? Mi volt a kislánnyal? Nem, az hazugság. Nem. Brandon egy kislánnyal volt. Aha. Arra nem volt semmi bizonyíték, az egész egy hazugság volt. Mi történt a fiával, Mr. Mendel? Most még mire céloz? Mi volt a baja? Miért volt egyedül? Egy kislánnyal. Én ott láttam. A házban. Szükségem van valamiére, valami olyanra, amit nagyon szeretett. Nagyon fontos, szükségem van rá. Mi a fene történt odabent? Miért nem árulja el? Mit csinált? Bántotta a kislányt? Maga bántotta a fiát? Mit tett a fiával, Mr. Mendel? Semmit. Semmit se tettem. Szükségem van valamire. Tűnjön el a házamból. Ami kedves volt neki, hogy meg tudjam állítani. Takarodjon a házamból, nem hallotta? Ezt elintézem.
Adja a kezét! Jöjj, megvan! Fogva, ez az! Elmentünk a házhoz. Tudtuk, hogy üres lesz, és azt, hogy leisszuk magunkat. Hogy te mekkora lúzer vagy? Menj haza, majd én bezárom a házat. Azt hittük, elment. Baleset volt! Esküszöm az életemre! Mercy! Tedd le a pisztolyt! Kérlek, nem akartam, bármit megteszek, de nektek is segítenetek kell! Megteszek bármit, oké? Adj ide! Megöllek! A rohadt életben engem nem csuknak le ezért! Kuss legyen! Senkit sem csuknak le! És minden rendben lesz. Majd az apám az egészet elsimítja. Jó? Csak most kellene csinálnunk valamit. Titokban kell tartanunk. Azt hiszem, hogy ez sose nőtte ki. Mi nem értettük. A feleségem imádta a fiát, de ő nem volt az a tipikus jó anya. Azt akarta, hogy hamar felnőjön, legyen férfi. Végignéztem, hogy mit tesz vele, és láttam, hogy meghajlott. Majd megtört.
de nem tettem semmit. Segítsenek, hogy ne szenvedjen tovább. Köszönöm. Mennünk kell. Ide, Adna. Merre vagy? Gyerünk. Mercy volt az, aki vigyázott ránk. Elmentem egy étterembe, hogy vegyek egy kis kenyerrekretet, betették egy papírzacskóba, és aztán én már elmentem, temtem. Csapjuk össze, fennlen, középen, középen, fennlen, fennlen, középen. Ő hozott minket ide. A barátaival. Akkor újta, ki nem megyek. Megígértette velünk, hogy nem jövünk le. Én elbújtam. Annyira féltem, hogy nem tudtam, mit tegyek. Bármit megteszek, de nektek is segítenetek kell. És én megöllek, megöllek! A rohadt életben engem nem csuknak le ezért. Most legyen! Senkit sem csuknak le! Ülj már le! És minden rendben lesz. Az apám majd elsimít mindent. Most csinálnunk kell valamit. Titokban kell tartanunk. Hol van Claire? Thank you.
Rose. Rosie. Ássa el. Valami száraz helyre. Köszönöm.